folytatjuk is Csapos Noémivel, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mert hogy Trütkó, azzal kezdtem ma reggelt, hogy most biztos nagyon sokan örülnek, szülők és diákok is, ugye tegnap kihirdették. És albérletet kiadók. Igen, ők is. De talán kezdjük onnan, hogy már azért lehet látni olyankor, amikor valaki bekerül valahová, hogy a legnépszerűbb szakokra bekerültekből vélhetően olyan ember lesz 4-5-6-7 év múlva, akinek biztos állása van, jól választanak alapvetően a hallgatók, illetve a szülők? Hát amennyiben végigcsinálják a tanulmányokat, jó eredménye, akkor természetesen nagyon sok köze van a szakoknak és a későbbi hát kereseti lehetőségeknek is, hiszen látszik, hogy azért követi a trendet az, ami a munkaerőpiacon van, tehát amilyen végzettségekre a legtöbben jelentkeznek, gondolok itt informatikusokra, mérnökökre, orvosokra is, bár ott egy kicsikét később jön azért a jó kereseti lehetőség, ők a piacon könnyen is jól el tudnak helyezkedni, ha egy idegen nyelvet mellette beszélnek. Akkor, amikor egy diák otthon azt mondja, hogy mi szeretnék lenni, ugye én például hajószakát szerettem volna lenni, aztán jól látszik, hogy nem az lettem. Akkor, amikor dönt, akkor érzelemből dönt, vagy már a piacról dönt? Tehát a személyes érdeklődési körének megfelelő döntést preferálja, vagy pedig, hogy 5-6-7 év múlva hol tud elhelyezkedni jó pénzért? Hát az a jó, hogyha ennek a kettőnek az egyvelege, hiszen ha valamit nem szeretek, nem értek hozzá, ráadásul ezért kellenek a jó pontszámok, mint látszik ugye a tanulmányi eredményekhez. Ez fontos, de nagyon sokszor a racionalitás is dönt hosszú távon. Minden fiatal szeretne sikeres karriert befutni, szeretne jól keresni, a saját lábára állni, és hát igenis a pénz azért egy vonzó terület, de hát vannak olyanok, akik nem feltétlenül a műszaki terület vagy az informatika iránt vonzódnak, nekik is vannak azért természetesen lehetőségek. Aki most bekerült, hát azért valószínűleg ez nem egy olyan világ, amikor hátradőlhet és azt mondhatja, hogy jó, végigcsinálom, lediplomázom, hanem mit csináljon mondjuk már az első fél évet követően, gyakornok, Erasmus program, mire kell figyelni? Hát azt gondolom, hogy a nyelvtudás, tehát hogy a nyelvet fejlesz-e, akár nem egyet, ma már egy nyelv az nagyon sokszor nem elégséges kikerülve a versenyszférába, hanem akár két nyelvet is, és természetesen az élettapasztalata, a gyakorlat, nem csak a pénzkereset, hanem hogy megízlelje azt, hogy ő igazából mit is szeretne csinálni, hiszen ezek a végzettségek azért általános tudást adnak. Nagyon sokszor kiderül közben a fiatal számára, hogy nem ezt értette az alatt a szak alatt, nem biztos, hogy ezt szeretné csinálni. Kemény a verseny, ki is lehet kerülni az első fél év után, ugye szigorú vizsgák vannak, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy jó legalább azt megtervezni, hogy mondjuk mit akarok csinálni a nyáron, a szünidőben, vagy ha vannak kötelező gyakorlati, gyakornoki programok, akkor hova szeretnék elhelyezkedni. Később sokkal könnyebb lesz diploma után már, ha van egy tapasztalat. Tudatosságot valamilyen módon lehet mérni? Tehát, hogy mennyire tudatos a diák? Hát én azt gondolom, hogy nagyon összetett kompetenciákkal kell rendelkezni, és lehet mérni, igen, azt gondolom, és lehet fejleszteni is. És itt a fejlesztésben nagyon fontos az, hogy informálódni is különböző utakat találni, és nem biztos, hogy a szülő a legjobb indítatás, vagy az ötlet, nem biztos, hogy az osztálytársak, hanem azt gondolom, hogy érdemes olyan szakemberhez fordulni, aki az ő pályaorientációt és képességeit is nézi. A tanároknak, oktatóknak mennyire van arra kapacitása, hogy ennyire személyre szabottni segítség a diákokat, ahogy mondjuk a gimnáziumban ehhez azért hozzászoktak? Hát egyrészt keveset, kettő pedig nem is biztos, hogy ez a szerepük, hiszen itt már felnőtt emberekről beszélünk. Én azt gondolom, hogy ha a diák nyitott, és egy-egy terület érdekli, és oda megy a tanárhoz, akkor fog kapni esetleg segítséget, egyéb indítatást, olvasmányokat és egyebeket, de nem nagyon van, azt gondolom, erre kapacitás, viszont vannak olyan karrierirodák, akik ebben segítenek. Emilia kinyomtatta a ponthatárokat, illetve egészen pontosan a pontokat, és azt látjuk például, most nézzük az első hármat, hogy mind a három mondjuk a budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi gazdálkodási szakon egy ponttal többet kértek, mint tavaly, gazdálkodási és menedzsmenten egyel kevesebbet, a nemzetközi gazdálkodás angol nyelven pedig maradt. Ez, hogy egy pontot változik föl, vagy le, ez mit jelent, mit mutat meg? Hát ugye a pontszámok összetettek, azt is nézik, ugye, hogy hányan jelentkeznek adott szakra, mennyi a férőhely, és ez egy komoly matematikai ugye számítás alapján jelent. Egy-egy pont nem jelent igazából sokat, egyfajta rangsort, de az adott diáknak, aki éppen bekerül vagy nem, számára ez nagyon-nagyon sokat. Egyébként itt volt az Index összesítésében egy érdekes rekord, az ELTE-n matematika-latin tanár kombinációra 480 pont kellett.
matematika latin tanár. Aha, igen, ez egy érdekes, igen, igen. Tegnap megtörtént a pillanat, amikor mindenki kapott egy SMS-t. Én nem is akarom tudni, hogy mi történt sok helyen éjszaka, de biztos, hogy megtörtént. Ön milyen tanácsot adna azoknak a fiataloknak, akik ma reggel felkelnek, és akkor most mi van? Elindulnak albérletet keresni, megpróbálják a, mondjuk úgy az akklimatizációt nagyon sokan egy idegen városban. Mire töltsék, mire a nyár hátralévő részét, hogyan lehet leghasznosabban eltölteni? Hát először azt mondom, hogy pihenjenek, hiszen azért ez egy nagyon, nagyon mentálisan és fizikailag is azt gondolom, hogy kemény időszak, ha valaki komolyan veszi azért a főiskolát, egyetemet. Másik pedig, hogy érdemes megnézni azt esetleg, hogy milyen tantárgyakat fog tanulni, ki fogják őt tanítani, esetleg milyen felkészülés kell ahhoz, hogy ő ezeket jól ellássa. Hát ugye órarendeket még nem fog látni, és azt gondolom egyáltalán azt elképzelni, eltervezni, hogy hogyan osztja be az ő idejét, energiáját, ki milyen típusú, hogyan tud tanulni, esetleg ha újvárosba kerül, akkor érdemes megismerni a várost, a közlekedést, az egyéb lehetőségek, ami az ő mindennapi életéhez kell, és érdemes olyan ismerősöket keresni, esetleg idősebb diákokat, amikor az első nap valaki bemegy, akkor kapjon segítséget, esetleg eligazítást ebben, tehát érdemes új barátokat is szerezni. Picit beszéljünk azokról, akik megkapták az SMS-t, de rossz hírt kaptak. Mert ugye azt mondta, hogy az is egy érdekes felvetés, hogy nem kell mindenkinek diplomát szereznie mindenképpen, vagy hogyha első körben nem sikerült a bejutás, akkor azért folytatódik az élet nekik, mit lehet mondani? Természetesen nem gondolom, hogy itt lenne vége a karrierjüknek és a továbbtanulásoknak. Nagyon sok lehetőség van. Érdemes, ha komolyak is elszántak egyébből megpróbálni, esetleg másik szakra jelentkezni, pótfelvételit tenni, könnyebben át lehet jelentkezni, ha már járok egy iskolába, ha mégsem. Nagyon sok felsőfokú szakképesítés van, amivel ezt az egy évet esetleg, amíg újra felvételiznek, hasznosan el lehet tölteni OK-s képzések, vagy pedig nyelvet tanulni, és esetleg dolgozni, kipróbálni azt, hogy milyen az élet. Két-három héttel ezelőtt bejárta a magyar sajtót egy egészen kiváló szegedi osztálynak az egészen kiváló eredménye, és azt is bemutatták, hogy az ottani diákoknak a többsége külföldön folytatja a tanulmányait. Lát a most magyar felvételi rendszerben a tegnapi napon felvett diákoknál olyat, hogy azért tanul Magyarországon, mert kiváló az oktatási rendszer adott szakon, de az életét külföldön képzeli el, tehát magyarul, hogy Magyarországon oktatunk egy magyar diákot, aki utána elmegy, mert hogy célirányosan külföldre vágyik? Hát ennyire tudatosan azt gondolom, hogy mi nem tudják az ennyi idős fiatalok eldönteni. Természetesen mindenki bótta lehetőség, gondoljunk bele, nemzetközi gazdálkodási szak is arról szól, hogy esetleg azért más európai országban is elfogadják azt a végzettséget, beszél az illető nyelveket. Sajnos ilyen az egészségügy, az orvostudomány is, nagyon sokan úgy gondolják, hogy külföldön jobban tudnak boldogulni. Nem gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik ennyire tudatosak, akár szülőindítatásból, azok eleve nem ide jelentkeznek Magyarországra, nem megyébe európai egyetemekre. Ugyanakkor teszem hozzá azt, hogy például az én városomnak a legnagyobb bevételi forrása önmagában az oktatási rendszer, tehát a külföldről jövő diákoknak az itteni tanítatása. Az egy másik nagyon hasznos dolog. Így, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm én is.